Mikor eldöntötték, hogy disznót vágnak, minden családban volt egy idős személy, férfi személy, akit gazdának hívtak. És az döntötte el, hogy hogyan és miből mit hagyjanak, már az a disznóvágás nem úgy volt, mint most, hogy na vágunk kétszer is, vagy háromszor is. Egyet, ha vágtak, az egész éven át külön beosztani, az volt az egész évi hús a háztartásba, a baromfiakon kívül. Akkor ugye a gazda elment a szőlőbe, ugye hazahozta a kis borocskát, akkor hívtak közeli rokont, vagy szomszédot lesegíteni fogni, ugye akkor ugye léták pálinkával, meg vizéták a disznóleszúrás. Ugye akkor mindenki elment a dolgára, esetleg az az egy vagy két személy, akik hívtak a közeli rokonságba, ha nem volt annyi családtag, hogy kellett hívni ugye még valami rokonságítséget. És akkor ugye neki álltak, ugye a pörzsölés, hát ugye az szalmával volt. Mind gyerekek, azt se tudtuk, hogy hogyan ugráljunk ott, akik pörzsülték a szalmával a disznót, hogy hát azt gondoltuk, hogy akkor ugye abban már mink is kiveszünk a részünket. Akkor ugye, mikor már olyan volt, hogy le tudták húzni a disznó körmét, akkor dobták, na gyerekek, húzzátok fel az ujjatokra. De arra nem gondoltak a gyerekek, hogy az ugye forró, azt megégette az ujját, mikor főhúzták. És akkor, hát ugye, mikor már annyira volt, hogy na most már szétszedik a disznót, akkor ugye a házi asszony kapott egy normális mennyiségű kis húst, hogy abból csináljon egy kis pecsenyét, meg ugye ilyen dérál, ilyen savanyú levesnek hívták, azt szoktak főzni régen. Ugye az volt az ebéd, már hát ugye nem tudom mennyire, nem gazdálkodhattak az asszonyok így a húsból, már hát akkor egész évre mi jut. Meg ugye a másik meg az, hogy ugye mikor hát amennyi jutott, annyi kis töltelék volt, már hát ugye mindent körülött egy kicsit hagyni. Úgy nyáron ugye, ha mentek dolgozni, hogy egy kis szeletet valamit elvihessenek. Hát ez, ugye ez megtörtént. Na most a legnagyobb kizé ugye hát a hurkából szoktak legtöbbet tölteni. De hát az nem rizsából volt, hanem kukoricakásából. De még az milyen finom volt abban az időben, már mikor megfőtt, ugye mint gyerekek, akkor mindig egy pici kis tányérba ugye szoktunk kapni, hogy na hát most egyetek belőle. Meg a legkedvesebb szomszédnak mindig szoktak egy tányérba tenni ebbe a kásába. És akkor ugye volt már mindig olyan személy, aki menet közben ugye több kisütötte a zsírt, akkor egy 3-4 szem köpörgyöt rátette, és akkor még vitték a szomszédnak is a kását, úgy hívták. Ugye hát az nagy öröm volt, mikor ugye a szomszéd is részesülhetett a szomszédnak a disznóvágásából. És ez így ment évről évre, amikor az a szomszéd vágott, akkor az ugyanúgy visszahozta, amit akkor kapott. Akkor ugye este azért egy kis húslevest szoktak főzni, meg hát ugye akkor egy kis hurkát sütöttek, ugye este meg azóta vacsorájuk. Ugyanúgy fújtatódik a disznóvágás, mint az én lánykoromban, már az én fiam is úgy tanulta tőlünk. Említette a savanyú levest. Igen. Az miből állt? Májból és tüdőből, meg egy 4-5 kis kocka húsból.
készül a májolevás. És ezt ebédként szolgálták? Igen, igen, ebédként szolgálták. És akkor ott nagyon, nagyon csüpp kis rántást szoktak beletenni. Meg tesznek bele egy kis acetet is, azért savanyolavasnak mondják. Jó. Még egyet kérdeznék, én hallottam még olyat, hogy szoktak veselőt csinálni, vagy ez nem is tudom, hogy ez konkrétan mit akar. Hát, azt tudod, azon múlott, mint ahogyan mondtam, hogy a házigazda hogyan rendelkezett a dolgokkal. Már volt olyan ház, ahol csináltak, mondjuk például az én anyám szokott csinálni. De már annak a apámnak a zöregjei szülei, azok még nem szoktak csinálni. Értem, szóval ezt embere válogatja. Igen, azt embere válogatja. Meg gondolom, hogy mekkora a disznó. Igen, meg azon is múlik, hogy mekkora a disznó. Már ugye abban az időben, ugye azt szokták mondani, hogy akármilyen szegény is volt, ha úgy is ízhatod, ha csak egy pici kis disznót is tudod tartani magának, de akkor is tartod. Már tudod, általában ugye régen, ugye még az én pici gyerekkoromban is ugye még voltak családok, hogy voltak olyan gazdag családok, ahol ugye a szegényebbek ott dolgoztak, és akkor ugye meg volt, hogy mi a, ugye szoktak egy kis termét is kapni ősszel, évvégén, ugye meg volt egyezve, hogy mit kapnak, akkor abba szoktak maguknak egy kis hizott neválni, hogy őnek is legyen valami egész évben, mivel ők nyúljanak.